A nyári időszak első nagy mezőgazdasági munkája az aratás, ez a hagyományok szerint Péter Pál napjától kezdve egészen augusztus 20-áig tartott. Ekkor gyűjtöttek be mindenféle gabonát, az aratás után pedig kezdődött az összehordott gabona cséplése. Ezt a folyamatot a látogatók testközelből ismerhették meg az újfehértúji hagyományőrző baráti társaság egyesületének köszönhetően a Barabási iskola udvaron. A múzeumfalu vendégei így egy kis ízelítőt kaphattak a mezőgazdaság egyik legnehezebb fizikai munkájából. Az augusztus 20-ai programok középpontjában minden rendezvényen a kenyér és a kenyér szenteléssel. A hagyományok szerint Szent István ünnepére készült először kenyér a frissen aratott búzából. Időközben itt a skanzen egyik kemencéjében is elkészült az új kenyér. Azon túl, hogy ez az egyik legalapvetőbb élelmiszerünk, a kenyér az életet, a megélhetést és az otthont szimbolizálja. A katolikusok a 18. századig, július 15-én szentelték meg az új kenyeret, augusztus 20-án nemzeti színű szalaggal kötötték át. A Sóstói Múzeumfalu ebben az évben is meghirdette a gazdasszony és a gazdakomászos kenyere versenyt, amelyre idén is szép számmal neveztek a látogatók. Markoláztat kéne a forgácsot. A gyerekeknek is számtalan programmal kedveskedtek, itt például különböző alapanyagokból, magvakból készíthettek kisállatfigurákat. A kézműves foglalkozások most is népszerűek voltak a családok körében. A hagyományos vásár, népi játékok, különböző színpadi programok és finom ételek is várták a látogatókat. Legyen édes Sóstó címmel grillás bemutatót tartottak, de az érdeklődők Margitka néni segítségével a saját kézügyességüket is kipróbálhatták, és készíthettek saját grillást, amit rengeteg módon lehet formázni és díszíteni. A színpadon zenekarok, majd táncos előadások és táncház zárta a napot.